Amikor leültünk beszélgetni, elmondtam Kertész Imrének, hogy miközben az akadémián a laudációját hallottam, eszembe jutott Eötvös Péter zeneszerző, aki kedves öniróniával azt mondta nekem a Kossuth díj után, hogy ő bizony lassan már díjbeszedőnek érzi magát, hiszen egyre másra kapja a díjakat. Vajon hogy van ezzel Kertész Imre, akit évtizedekig mellőztek, milyen viszonyban áll a díjakkal? Elkezdenek jönni, igen. De engem ez nem izgat. Szóval kapok díjat, nagyon örülök, ha díjazzák is annak még jobban, és megyek tovább. Nagyon nevet zeneszerző mondta, hogy kapott egy díjat, a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy jaj, megint anyagi gondjaim lesznek. Nem tudom, hogy hova helyezzel a pénzt. Én hamar túljutok az ilyesmit. Megvoltam én 40 évig díjazás nélkül is, ha díjat kapok, az annál jobb. Nyilvánvalóan másképp reflektál rá, mint azok, akik azt megszokták kezdettől fogva. Nem tudom, nincsen díjviszonyom, díjiszonyom sincs. A Nobel-díjnak nagyon örültem, de megoldotta az életemet egy időre, ami addig egyáltalán nem volt megoldva, és abban volt valami nagyon fontos, úgy érzem. Meg is mondtam a Nobel-beszédemben, hogy az, hogy engem választottak ki, noha jól tudták, hogy miről fogok itt beszélni, az egy bizonyos bátorságra val. És ezt mondom most is, egy nagyon tekintélyes társaság, a Nobel-díj helyezett olyan ember elé egy díjat, aki szemben az egyéb holokauszt felfogásokkal valami európai dolgot képvisel. Én legalábbis azt hiszem, hogy az én interpretációm az európai, és nagyon távol áll ettől a Spielberg, az üzleties és áloptimista felfogástól, ami divatos volt egy időben. Van azért egy díj, amiről még szeretném egy picikét faggatni, mert éppen most a frankfurti könyvásáron kapott egy díjat, a Jean Améry díjat. Azt hiszem, hogy a Jean Améry díj az egy különleges fejezet lehet, hiszen az én figyelmemet például Jean Améryre az ön egyik eszéje hívta fel. És azt hiszem, hogy Améry egy nagyon jó életen áttartó vitapartner önnek. Tehát olyas valaki, akire lehet hivatkozni, akivel lehet vitatkozni. De én is későn ismertem meg Améryt, ugye itt bezárva értem olyan eseményekhez, mint amilyen például annak idején az Eichmann per volt. Hallottam, hogy egy filozófus nő neve ismeretlen számomra. Arról ír egy könyvet, hogy a gonosz banalitása. Én akkor dolgoztam a sorstalanságon, ami szintén a gonosz banalitása volt. És ezt a könyvet nem tudtam megszerezni. Tehát én olyan információ hiányban értem, mint amilyen információ hiányban élek. Tisztességes, szocialista, entellektuel Magyarországon. Ekkor 91-ben vagy 92-ben kaptam Bécsből, a Bécsi Egyetemről az Jean Améry szimpóziumra való fölhívást. Egyúttal mellékeltek egy pár könyvet is hozzá. Addig nem hallottam Jean Améryre, én is. Mindjárt nagyon érdekesnek találtam az életét, és az egész álláspontja annyira radikális, mint az én munkáim. Úgyhogy ennek nagyon örültem, és mindjárt megírtam erre a 92-es szimpóziumra, a holokauszt, mint kultúra előadásomat. Féltem, hogy egy kicsikét túl radikálisnak találják majd. De én nem láttam más lehetőséget, hogy ezt az egzisztenciát, ami Jean Améry volt, és a magamét is másképp kibontsam, mint az európai kultúrában. És ezt nagyon szépen fogadták Bécsben. Ez a kör, ez Jean Améry hívőkből, kutatókból, és írókból, egyetemi tanárokból. Tehát nagyon jól fogadták ezt, és én örültem, mert ez alapozta meg az én felfogásomat. Ez sikert kifejtenem ebben az eszében, arról, hogy hogyan élhet, hogyan maradhat életben ez a trauma, hogyan lehet szellemileg magas rendűvé fordítani azt a szégyent, ami az emberiség Auschwitzig süllyedése jelent. Az Améry nézeteivel való megismerkedés, ez valamilyen módon utólag módosította mindazt, amit a holokausztról gondol, vagy amit a 20. század rémes történetéről gondol? Nem, tulajdonképpen nem módosított, csak a figura hiányzott hozzá. Én azt írtam abban az eszébe, hogy mint minden szubkultúrában, ennek a szubkultúrának is vannak szentjei. Ez ilyen szent Améry. Visszakaptam kedvesen a Irene Heidelberg professzornőtől, hogy írt egy Jean Améry életet, azt hitt, hogy nem csak Jean Améryt tartja a holokauszt szentjének. Megható volt természetesen, de itt kezdődött az én úgymond Jean Améry karrierem, amely ehhez a díjhoz vezetett, mert Irene Heidelberg fogja az én laudációmat is írni és elmondani, és egy monográfiát is
fog írni. Tehát ez egy nagyon komplex dologgá vált, és úgy érzem, hogy vagyunk egy néhányan, akik úgy szólán beavatottak ennek az egész rettenetes dolognak a szellemi felvételében, hogy valóban előállt valami, ami ezt a traumát kultúrává változtatja. Trauma, elfojtás, majd a tünetek. És ez Európában így történt. A második világháború után, emlékszem, amikor befejeztem a Sorstansa című könyvemet, egy barátom itt 75-ben jelent meg. Jaj, de kár, azt mondja, miért ilyen későn, már senkit sem érdekel. Olyan jó könyv, azt mondja, készülj fel, hogy ezt a kutya el nem fogja olvasni. Akkoriban ez reális volt. Én magam is így gondoltam. Egyáltalán foglalkoztam azzal, hogy miért írok, és nem tekintem az írást vitathatatlan fontosságúnak a magam számára. A holokausznak könyvtárnyi irodalma van, nagyon sok mindent írtak 45 óta a holokausztról, és nagyon sok minden van, amiről azt gondolom, hogy nagyon erősen vitatkozni lehet vele. Nagyon erős állítások vannak ezzel kapcsolatban. Az ember meggondolja, hogy milyen óriási hatású könyv volt, például a Szemprunnak a Nagy utazás, amiről én tudom, hogy ő nagyon nem szereti. Igen. Meg hát most a legfrissebb, a Jonathan Littlenek a Jó akaratúak című könyve. Tehát nagyon sok könyv van erről, ami nagyon nagy siker volt. Ezen mellett kezd az egész történet historizálódni, hiszen lassan történelemmé válik, a jelenkor történetéből az igazi történelemmé válik. Azok az emberek, akik részesei voltak valamilyen módon ennek, azok egyre kevesebb számban vannak közöttünk. Ez az egész sztori nincs lejátszva még, ennek nincs vége. Ha történelemmé válik valami, az a történelmet egy generáció megélte. A másik generáció inkább elhallgatta, inkább elfojtotta magában, nem tudott mit kezdeni ez az örökséggel. A harmadik generáció az identitást keres, az meg fogja találni a nagyapákkal, tehát az első generáció való identitás. Egyrészt biztosan ez a náci trauma, hogy úgy a pozitív visszamra lel. Én nekem nincsenek jóslataim, de az tény, hogy, és ezt meg is mondtam ebben az előadásban, amelyet szerencsém volt itt az akadémián tartani, hogy az igazi novuma ennek a századnak a totális diktatúra, nem az antiszemitizmus. Én szerintem a újdonság, amit az én szemléletem jelent, az az, hogy univerzálissá tettem a holokausztot, mert hiszen Európában élünk, Európában történt, az európai kultúrkörben esett ez meg, és az európai értékeket rombolta le. Ázsiában is érdeklődhetnek iránta, pozitívan vagy negatívan, ahogy tetszik, de sose azt fogja jelenteni, ott valószínűleg az Izrael állam megalakítását fogja jelenteni. Az én számomra az európai kultúra élménye a fontos, és nem más. Én magam a zsidóságomat is úgy határoztam meg, hogy Jean Améry tulajdonképpen, Deutschet vettem ezt a típus, ezt a nem zsidó zsidó típust, aki természetesen zsidó a nürnbergi törvények idején, de különben más hagyományokban nevelkedett, európai kultúrát tekinti a hazájának. Én nem tudom, hogy mi lesz ezzel az élménnyel, de hogy ez maradandó nyomokat hagy itt, akkor az biztos. Ha nem, akkor valóban egy kultúra végső befejezésének lehet tekinteni. A holokauszt lángokban elégett az egész, mindaz, amit létrehoztak a görögök, a szentírás, minden, ami az európai kultúrát jelenti. Említett az előbb, hogy Irina Heidelberger a laudációjában azt mondta önről, hogy a holokauszt egyik szentje, és hogy... Én mondtam Jean Améryről, hogy a holokauszt szentje, és ezt visszaadta nekem a Heidelberger professzornő az ő ajánlásában, hogy nekem küldött egy könyv. Nem tekintem magam szentnek, én meg vagyok, szentek azok már halottak sajnos. Említette azt is, hogy hamarosan ír egy monográfiát önről, jelent most meg a születésnap alkalmából, illetve a mostani Széchenyi Akadémiai Tagság alkalmából két könyv, az egyik a Vigília kiadása, a másik a Múlt és Jövő kiadásában. Olyan írások, amelyek önről szólnak, ezen kívül hát megjelent nem olyan régen Földényinek egy könyve, németül is megjelent, tudom, hogy íródik egy könyv önről, egy másik. Olyan visszajelzést kap, olyan tükröket kap állandóan, amely
munkahelyek szerintem korábban azért nem nagyon jutottak íróknak, tehát nagyon kevesen voltak ilyen helyzetben, hogy életükben irodalomtörténeti reakciókat kaptak. Önt ezek hogy érintik? Tehát foglalkozik-e velük, vitatkozik-e ezekkel, vízelegnek-e? Szóval érdekel a viszonya. Hát nem tudom, szóval egyrészt megdöbbentően érzéketlen maradok, másfél pedig rendkívül meghat. Heller Áginak ez a négy töredék, ami most megjelent, ez nagyon szép. De szép az, amit a Trauma című könyvében írt, a sorstanságot véve például. Nézze, az okos embereket szeretem, és ha valami okosat is írnak róla, azt szívesen fogadom. A rossz az jobban bosszant, mint amennyire örülök a jónak. Az emberi természet, ugye, rossz az maradandó hatást kelt, mint a jó. Egy időben mindenre megpróbáltak valahova félre nyomni egy ilyen másodrangú írót, akinek egy témája az, rákcsálja, mint a gittegylet. Szóval ezek bosszantottak, különösen azért, mert annyira hamis értékeket magasztaltak föl ezzel szemben. Két ilyen mulatos esetem van. Az egyik az, hogy egy napon azt olvashattam talán az Élet és Irodalomban, hogy az én művem az tulajdonképpen kulturális eszést, ami semmi más, mint hogy szeretnék valami értelmet adni a saját szenvedésemnek. Ugyanaznap találkoztam, Genscher volt német külügyminiszter, nagy érdeklődéssel olvastam az Európa eszéjét, mondta nekem a magyar követség. A másik ilyen mulatságos dolog maga a tény, hogy az eszémet nem szeretik valamit Magyarország. És a nyugaton viszont a díjat, ezt az eszést a munkásságomért kaptam. Ez egy külsőségek, ez egy hívő ember eljátszadozik. Nekem nincs nagyon idő most már. Most már tulajdonképpen azt mérem inkább, hogy 80 éves koromban, amikor belekezdtem egy új regénybe, nagy merészem, mint az örök kiválóság élnék. Engem inkább most az érdekel, hogy lesz-e időm és erőm befejezni azt, amit elkezdtem, és ami a kezdete, a regény kezdete megjelente, vagy megjelenik, nem tudom. Ugye a múlt és jövőben most jelenik meg, mire ez a beszélgetés elhangzik, már kézben lehet. Pontosan erről akartam kérdezni, ez a regény, aminek a részletét fogjuk olvasni, ennek az a cím, hogy Végső kocsma, ez egy nagyon baljós cím. Mi ez a Végső kocsma? A Végső kocsma egy kocsma is a egy kicsit a halált szimbolizálja. A halálról író könyve, de nem búsan, hanem nagyon határozottan, radikálisan. És ebben nem szándékozom egy bánatos búcsút írni, nincs értelme. Nézze, én nagyon szeretem Turnert, a festőt. Egy csodatos utat járt be, ugye attól kezdve, hogy gyönyörű hajókat, határozott vonalakat, tárgat, stb. Festett, egészen a öreg koráig, amikor már csak foltok jelentek meg. Régen gondolkodom azon, hogy milyen egy öregkori stílus, és van-e öregkori stílus. Beethoven is a késői zongoraszonátaiban, és Volnos négyeseiben egészen más hozott, és hát most különösen meg vagyok rendülve, mert Schiff Andrásnak most jelent meg a Beethoven szonáták, és állandóan lemezen van az Opus 10-es, az Opus 7-es, Opus 6-os. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy mivé lesz a művészetben maga az öregkor, és ezt szeretném megírni. Említette Schiff Andrást, és beszéltünk is ezekről a felolvasós koncertekről. Hamburgban most volt a bemutatója annak a darabnak, amelyet a Stefan Litvin írt a sorstanságnak, egy utolsó variációját az utolsó fejezetre, az én szövegemre, és ezt Hamburgban mutattuk be. Azért mondom többet szám elsőszerűen, mert én felolvastam a szöveget, amelyet a Litvi megzenésített, és azután előadták a darabot, de kicsit az a típus, mint a Schönbergnek a varsói menekültje, tehát egy beszélő van és egy ensemble. Ez egy recitálás, ugye? Nem sima felolvasás, hanem recitálás. Recitálás. Egy Dischler nevű színész, aki német színész, aki Kottát is olvas, és zeneileg is művel, tehát ő mondja a szöveget, és ensemble játszik. Szerintem nagyon érdekes a zene, mert nagyon schönbergi, de annál sokkal érzelmesebb, ha szabad ezt mondom, tehát drámaibb és reflektívebb. Visszatérve erre a felolvasásra, a írói felolvasás az egy viszonylag régi műfaj, de azt hiszem, hogy Magyarországon ennek nincs igazán nagy hagyománya, és az utolsó egy-két évtizedben vagyunk tanúi annak, hogy írók felolvasnak saját műveikből, és ez túl azon, hogy műveik promócióját jelenti, azt is jelenti, hogy az ő hangjukon megszólaló mű az legalább olyan érvényes interpretáció, mint az olvasott szöveg. Nézd, én azt hiszem, hogy
hogy az élő beszéd a irodalom eredeti formája, ugye? A régi görög, ugye? Mert hagyjuk most már a régi görög. De a régi görög csináltak mindent. Ki ez a nép, kérdezi Nietzsche, amely minden más kultúrát lebarbároz, és valóban megvan az oka annak, hogy nem tudtam, hogy milyen tehetségeim vannak. 90-ig nem nagyon szerepeltem, hogy egy nyilvános szellemi közéletben. Egy lány, Szebény Cecília egyszer csak azt mondta, hogy én olvasom fel a Gálya naplót, mégpedig 5 részletben, 5 órán kezdve, és színészekkel együttműködve, és mondtam, hogy nem tudok felolvasni. De csak próbálj meg, illetve tudok felolvasni. Ez a Gálya napló rész ezt a Gábor Miklóssal, a Pulka Jánossal, egy fiatal színésze, tehát dialogizáltunk. Sőt, Gábor Miklós, ez nagy megtiszteltetés, hogy ha valakinek van hangja, akkor nek, és beleted adok, de azt látod, hogy elloptam a Kudarc című regényembe az ő naplóját, de aztán megnyugodott. Belátta, hogy nem is olvastam az őre. Akkor felfedeztem egy írót, a Szomorit, akinek az Ünnep a dühöngője című elbeszélése, valami olyan remek mű, tehát különösen hangosban, olyan, mint egy Wagner opera, magyar nyelven, tehát fantasztikus. Azt felolvastam, akkor az Angol lobogót, az éppen most ment 5 részletbe, és azt is most kezdik felfedezni, és így tovább. Tehát én szeretem, aztán jöttek az Amerisra, Csifanrisra a koncertjém, ahol egészen természetesen álltunk, válogattuk ki a darabokat, és egészen természetesen az Andris zongorázott. Én felolvastam közben, semmi trükköt nem csináltam, csak a zene volt jó, meg a szöveg. Pardon, ennyi is elég egy felolvasás. Teljesen más kontextus keletkezik azáltal, hogy zene van, és ezeknek valamilyen viszonyban kell egymással lenni. Valamilyen témához van kötve természetesen. Nem olyan, hogy van Brahms első szimfóniája, kertész felolvas, és utána következik Bruckner 5. Szóval nem ilyen, hanem valóban egy teljesen kovászolt anyag, amivel Andrásra nem kellett nagyon erőlködni, mert megvan, és egy szöveg, ami belesimul ebbe a zenei folyamatba. Vagy pedig egy zene, amely belesimul, ezt sose döntöttük el, nem is szabad eldönteni. Hát, vitatkoznak egymással, nem? Nem vitatkozunk, nem. Inkább mondhatnám, hogy egy kicsikét ilyen ünnepek volt. Két ember, aki szereti egymást, két művész, akik szeretik egymást, és egyszerre két teljesen más dolgot csinálnak, egyszerre összejönnek, és kiderül, hogy amit írtam, az jól hangzik zenében, és amit András írt, az jól hangzik szövegben. Szóval ennek nincs egy műfaj. De a közönség szerette. Ezt alányszor csináltam mindig. Csináltam én a Pierre Emard-ral is, legutóbb a Berlini Filharmóniában. Az elképzelhető, mit jelent nekem a Berlini Filharmónia. Én, aki a fürdőszobában hallgattam a Kádár érában a Bayreuth-i koncert, mert ott volt a legjobb vétel, nem is ábrándoztam arra, hogy kijutok egyet az ország, nem, hogy felolvasok a Berlini Filharmóniában. De hát itt ez történt. Hogy szólnak ezek a szövegek annak, aki megírja? Amikor ír, akkor hallja a szöveget? Nem, nem. Én azt hiszem, hogy a zenei rokonság az nagyon természetes. És nem a, tudja, hiszen beszélünk már erről, nem a mondataim zeneiek, hanem a kompozíció. Tehát szeretem egy regényt, mit tudom én, szimfóniának látni. Nem beszélünk, ha csináljuk. Nem olyan régen jelent meg a Magvető kiadónál Messinek válogatása, az Európa nyomasztó öröksége. Ezek különböző alkalmakra, felkérésre írott szövegek, amelyeket végigolvasva hihetetlen egységet ír az ember. Ez nagyon érdekes élmény volt, hiszen tulajdonképpen tematikusan is annyira különböznek ezek a szövegek. Nekem is feltűnt, különösen amikor magyarul láttam. Nézze, az igazság az, hogy amikor magyarul olvasom fel egy művemet, akkor kicsit meghökkenek, mert nem szoktam magyarul, többet olvasok németül. Vagy. Az Európa Nyomasztó Örökségénél, amikor én is elolvastam, föltűnt, hogy ez egy teljesen, hogy úgy mondjam, eszéregény. Mert az első fölkéréstől, amely 1989-ben származik, nem fogja elhinni, hogy kikért rá föl, a Koltai nevezetű, aki később a Margit szigeten az István a király, Koltai Gábor kért engem föl, elolvasta, nem ismert engem, elolvasta sosem, ez tetszett neki. És azt gondolta, hogy én meg a Rózsa, aki a Gulágban volt, mondjuk el a
És ez meg is történt, és örültem ennek a fölkérésre, ezzel nem tudtam ki a Koltai, azt sem tudtam, én ki vagyok, tehát föl gyorsan megírtam a táborok maradandóságát, és ez valóban ebből kivirágzott ez a könyv, amely sötét virágokkal dicsekedhet, de valahogy nem talált itt igazi visszhangra. Úgy érzem, nem szeretik. Nagyon erős a könyv, és nem úgy végződik, hogy hajrá magyarok, hanem úgy végződik, hogy magyarok itt bizony össze kell szednetek. De nem, hát ez csak vicc. De én a könyvet szeretem, és jó lenne, hogyha elterjedne egy kicsit. Ez egyetlen könyv, amiről úgy érzem, hogy vízből szoktam mondani, hogy mérgező tanaim kezdenek terjedni Európában. Jó lenne Magyarországon is terjedni.